na mit mondjak, tehát hogy tesztelésre, mert hát valamit le kellett vinni. Végül is belekényszerültem a kocsiba, utána már onnan rádióztam. Azt meg nem akartam kiszedni a 703-at, mert ebből full power jött ki. Hát úgy néz ki, hogy meglett az eredeti hibája neki, majd értékeld már a hangját, Jani, hogy milyen lett a TS-50-nek a hangja. Neked elég wide-füled van, sőt, kiváló wide-füled van, hogy egy kicsit hízelegjek is, és ilyen végső csomagolás előtt van. Ez a nullás Sándor Antalnak, a Szabinak, a friss rádióamatőrnek a rádiója, és hát bekrepált, voltak vele nyűgök. Na mindegy, majd azt inkább itt nem hangoztatom, hogy mi volt a baja neki, mert olyan diszonáns. Tehát 100 watt megy ki belőle, várjál? Hát körülbelül 100 watt, majd mindjárt megnézem. Azt mondja, hogy hát itt egy kicsit adakozóbb, mondjuk az álló hullámárása nem a legjobb, de viszonylag adakozó a rádió. De mindent a gyári beállítás szerint csináltam meg rajta, tehát amit tudom, itt 130 watt jön ki, 14 meg 100 watt jön ki, tehát ott kell behangolni. Úgyhogy, Jani, ez van, remélem, hogy meg vagy elégedve a hangjával. A hangommal tudom, hogy nem vagy megelégedve, a rádiónak a hangjával legyél megelégedve, és ha megint azt mondod, hogy gyűjtést rendezel, hogy legyen normális rádió itthonról, akkor azt kérlek szépen leverem a vesét. Hármas Ibolya sündör, 6 kvelle edömi. Jó, rendben, Jani, ez megnyugtat, mert akkor már nem piszkálom. Mert végül is beállítottam, tehát az amit most még itt mókoltam tegnap, meg máma rajta, meg rájöttem a bibiére, hogy miért csinálja azt a baromságot, hogy 160-170 watt jön ki belőle, érted? Kérlek szépen, ott kilódtunk a 8GL Pistivel, vele, mert még a Kenwood tápegységemben is elrepült, elröppent a biztosíték. Na de mindegy, mondtam Pistinek, hogy hagyjuk a rákba, ne kilódjunk vele, majd akkor nem lesz ilyen bázis állomás, hanem a kocsiból rádiózok. Jó, mert többet már nem tudok csinálni, nem akarom újra a szervizmanuált végig maklatni, inkább majd itt háttérből rádiózok, egy kicsit aktivizálom magam, mert már megint van egy jó rádió a portál, Jani Vétel. Janikám, ez nem az enyém. Az enyém mind rossz. Mondok neked egy érdekes dolgot, a TS930 az már 10 éve nem jó, mert lusta voltam szétszedni. Ráadásul az 5 aljjel Józsinak is itt van a TS930-a, akkor itt van a 9-edömér Jankónak a FT-102-je, amiket meg kéne csinálni, úgyhogy rádiózni tudnék, ha nem volnák olyan trehány disznó állat, hogy ami közel áll hozzám rádió, pont azt nem csinálom meg, Vétel. Amikor megszólalsz, és ha jó minőségben szólalsz meg,
Igen, hát mindig egy kicsit inzultálnom kell magam, hogy valamivel tudjak rádiózni, de megígértem a Józsinak, az öt aljjelnek, ő lent van most Pécsen, hogy itt az ősszel, hát most egy hét múlva, illetve hát jövő szombaton esküvő lesz, mert a lányom úgy döntött, hogy a vejemmel összeházasodnak, összeesküdnek, vagy megesküdnek, vagy mit tudom én, hogy, de utána elő fogom venni ezeket a rádiókat is, és akkor a pontot teszek a végükre, Jani. Úgyhogy, na ennyi van, ez volt az a rádió, amikor ide került, hogy gyűjtést szerveztetek rá, hogy van egy normális rádió, vegyük meg, vegyem meg a tulajtól, de úgy ragaszkodik hozzá, mint a nagy kabátjához. Ez a 9-esáé a Szabié, és az apósától kapta. Mondjuk Attila még nem vizsgázott le, de úgyis addig noszogálom, amíg le nem vizsgázik, mert a Vejkó előbb levizsgázott, mint ő, bár az Attila CB-zik, úgyhogy azon van. Na, úgyhogy, Jarikám, ez van, most már nyomon tudlak benneteket követni, és figyelem majd az ötelen, hogy is mondják, in memory H5 Lima November. Úgyhogy, hát jó cimbora volt. Három ilyes, hat kell leerőm. Igen. Nagy kár, nagyon nagy kár, hogy elment.